FIFA 23 karriermód tehetségek második rész. Ha kapusposzton akartok erősíteni, akkor ajánlom Giorgio Mamardashvilit, akit a Valenciától igazolhattok le. A karriermód kezdetekkor 78-as kapusból akár 84-es is lehet. Erre a posztra egy olcsó változat is létezik, akit Martin van de Voortnak hívnak. A genkapusát 71-es ratinggel találhatjátok meg a játék elején, de pár szezon után akár 83-as is lehet. A védelmet Mohamed Simakannal tudjátok megerősíteni, akár 86-os ratingű is lehet, viszont érte elég sokat kérnek el. Olcsó verzió lehet Dardai Márton vagy Ibrahima Bamba, őket nagyjából 3 millió euróért is le tudjátok igazolni, és akár 81-82-es ratingűek is lehetnek. Középpályára Andreas Seiderupat ajánlom, akit 3,5 millió euróért igazolhattok le. Támadó középpályásként igazán hatékony lehet, és akár 86-os ratingű játékossá is fejlődhet. Zárjunk egy csatárral, akiből 87-es rétingű is lehet. Az ő neve nem más, mint Joey Gelhardt. A labdavezetési statjai alapján már a kezdetektől használható.